Hallod, nem akarsz este eljönni bulizni? Hajnalig fogunk táncolni, nagyon jó lesz. Nem is tudom. Nagyon nagy buli lesz, gyere! Mit csináljak, hogyha a barátnőm hajnalig szokott mulatni a bulin, én pedig már 9-kor leszoktam feküdni? Mondd azt, hogy valami tragikus történt veled, valami drámai, és akkor biztos megsajnál. Például meghalt a nagymamád, ez tökéletes. Figyelj, meghalt a nagymamám, és el kell mennem a temetésére. Őszinte részvétel. Gyurkácskám, hát itt van! Szia, Nagyi! Meg akartalak én, hogy pasírozom. Igen, ez a másik. Gyurkácskám! De figyelj, ott jön egy bőr! Te meg egy kicsiba kiállj a bolyát! Kettő! Ez nem komoly! Mondd, hogy a pasiddal találkozol, az biztos megérti. Nekem találkozom kell a pasimmal. Tényleg van pasim? Igen, ő az! És hogy hívják? Peti. Dávid. Akkor Dávid. De te ki vagy? A csajod. Persze, jobb vagyok! Nem tudom, miért ilyen szívem. Aha, persze. Meg 9-kor találkozunk a buliszi. Jó, szia. Mondjuk, mondd azt a barátnődnek, hogy nincs egy ruhád, amit felvegyél. Biztos meg fogja érteni. Figyelj, nincs egy rongyom, amit felvegyél. Hallod, pont most kaptam egy 100 000 forintos utalványt. Ha szeretnéd, akármikor elmehetünk vásárolni. Jaj, ne. Legalább beszéltem. Ha ezek nem váltak be, akkor menj el a buriba. Biztos jól fogod érezni magad. Girl, I'll sing you hallelujah. Girl, I'll sing you hallelujah. Cause I'm telling you.